Időközi önkormányzati választást tartottak Ozorán, ahol még szeptemberben döntött úgy a képviselőtestület, hogy feloszlatja magát, mondta el az újonnan megválasztott polgármester. Ugye 19-ben is indultam polgármester jelöltként, <kül> minek végén a többség akaratára én visszaléptem, hogy, hogy a jelenlegi polgármesterünket már akkor sikerüljön hiszen nem értettünk már akkor sem egyet a politikájával, és a, az önkormányzat működésével sem. A visszalépésemet követően elindultam képviselőként, és ott sikeresen bejutottam, és három éven keresztül gyakorlatilag beleláttunk, amiben engedtek, belelátni hozzátenném a működésbe, és tovább göngyölődött a, a számunkra is feltételezett problémák, és a képviselő testület úgy döntött, hogy, hogy valós problémák és a, az együttműködés hiányában jó lenne, hogyha feloszlatnánk magunkat. Ez szeptemberben sikerült, és így miután indultam, 19-ben is ugyan visszaléptem, de ezt a, a dolgot nekem Kötelességemhez éven végig kellett csinálnom. A szándék pedig még mindig ugyanaz, amit a most megválasztott polgármester 2019-ben is kitűzött, hogy változtasson a falu életén, fejlődést hozzon a településre. A választási eredmény meg egyértelműen mutatja azt, hogy igazol is minket, hogy valami nem volt rendben, és szeretnénk végre ezt a, ezt a kis falut, a mi kis falunkat egy kicsit rapsütésbe hozni, és a kampányunk során is elmondottak alapján megvalósítani benne számtalan dolgot, amihez segítséget is kapunk kormánypárti támogatással, és bízom benne, hogy, hogy béke lesz, és valóban fejlődés lesz. És azt gondolom, hogy, hogy a szavazatokon az is egyértelműen látszott, hogy hogy ezt szeretnék, ezt a változást is bíznak a a közeljövőben, hogy, hogy valóra is tudjuk váltani ezeket a dolgokat. A kitűzött célok megvalósításában a képviselő testület nagy segítség lesz majd, akik mind a hatan azon a szerepeltek, akiket a polgármester szeretett volna maga mellé. Nagyon nehéz lesz ez a következő néhány év, és különösen annak való tekintette, hogy időközi választás volt. Tehát ez a, a 24-es választás, ez itt van hamar, tehát gyakorlatilag, amin elindultunk, azt bizonyítani is kell, hogy nekünk ez, a, ez, az út az, ami, ami gyakorlatilag egy biztos, stabil vezetést fog eredményezni, és ezen nagyon sokat kell dolgoznunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez a kampány során ezek az elhangzottakat, ezeket meg is kell valahogy valósítani, tehát ezek, ezen fogunk munkálkodni. A képviselőtestület hat főből áll, és a jelenlegi választások során mi hat képviselőt és én magam hat képviselőt indítottam, illetve hát hat képviselőjelöltem volt, akik szerencsésen, sikeresen bejutottak. Tehát ez a testület így áll fel, hogy akit szerettem is volna, akinek feladatot szerettem volna, és megfelelő szerepet adni, az előtt most itt van a lehetőség. A választást megelőző kampány alkalmával elhangzottak azok a célok, amelyek a közeljövő terveik között szerepelnek. Szeretnénk a, a faluban azt az érzetet kelteni egy-egy turista vagy vá, vásárló számára, hogy ez a falu igencsak színes, történelmi nyilván, a vár, nem csak a vár hanem ö, volt ö, ez a falu már, lényertes, virágos falu is, úgyhogy ezeket a dolgokat újra vissza kellene hozni, hogy az imidzsént egy kicsit ö, ö, sikerüljön ö, visszaállítani, helyreállítani. Nincs takarékszövetkezetünk, nincsen bankfiókunk ö, a településen, legalább egy ennyi kötelességünk volna biztosítani a lakosság számára, mert 9-14 km a legközelebbi. <kül> Tehát ez is, ez is problémás. Ezt ígértük, hogy ezt, ezen, ezt mindenképpen meg szeretnénk valósítani. Akkor volt itt egy korábban indította a Népkonyha program, és azt, azt határozatlan időre történt szerződés véget is Működtetnünk kell, és erre szeretnénk egy kis bővítést, egy kicsit javítást eredményezni. De a legfontosabb, azt gondolom, hogy egy, egy önkormányzat működése, amit mi nem láttunk át teljesen mi képviselőként sem, az nagyon fontos, hogy ez helyreálljon, és szakemberek dolgozzanak, lehetőleg még többen. És akkor legvégül még mondanám a közmunkaprogramot, amit uh, szeretnénk ugye uh, ismételten elindítani, olyan, olyan szinten, ami, ami ténylegesen uh, több létszám és uh, eredményes uh, mind a környezetre való tekintetelhet vannak saját kertjei az önkormányzatnak, és ezt ki kellene használnunk a végsőkig, azt gondolom, amit Bármire lehet fordítani, majd itt akár a, a, a rászorulók részére is. A parkolóhelyek kialakítása is kiemelt helyen szerepel majd a következő időszak beruházásai között.